Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal. Mennyire vagytok elégedettek? Elégedetlenek vagytok? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Sok baj van? Konkrétan? Elnyomás? Tudatlanság? Logikátlanság? És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor mi lesz? Akkor még rosszabb, nem? Mit láttatok a jó emberek? Megtesznek mindent tőlük telhetőt annak érdekében, hogy egy jobb világ legyen. Hát a rossz emberektől ne várjuk, hogy jót tegyenek, nem? És akkor hogy látod? Hogy vajon? A különböző hatalomban lévő emberek, akik befolyással bírnak az emberekre, azok többségében jó emberek? Hm? Csak elhitették az emberekkel esetlegesen, hogy jó emberek? Hát én úgy gondolom, hogyha egy ember mondjuk megvásárolható, az nem jó ember. Vagy az jó ember? Tehát ha valaki mondjuk hajlamos a korrupcióra, az jó ember? Tehát hajlamos a jóval szembeni megalkuvásra, az jó ember? Tehát az embereknek bizonyítani kellene, hogy jó emberek, nem? És úgy kellene, hogy hatalomra kerüljenek, nem? Nem ez lenne logikus? Tehát bizonyítani kellene, hogy az emberek érdekeit szolgálják, nem? Nem ez lenne a logikus? És vajon mondhatjuk azt, hogy a politikusok azok mielőtt hatalomba kerültek volna, akkor bizonyították, hogy jó emberek? Hát nem kellett volna. Nem igazán, mégis megválasztották őket, nem? Miért? Hát mert szép szavakat mondani könnyű, nem? Szegény ember az, aki még szép szavakat se tud mondani, ígérni, nem? Vagy ígérni se tud, mondhatjuk azt, hogy szegény ember az, aki még ígérni se tud, nem? Hát ígérni szoktak, nem szoktak? Minden választás előtt mekkora ígéret halmaz van minden politikustól, nem? Tehát az összes párt vezetőjétől, amelyik elindul a választásokon, az mind ígérget, nem? Hát most gondold végig, a múltkor néztem egy olyan adatot, hogy a parlamentben lévő politikusok, hát nyilván elsősorban a vezető politikusok érdekeltek, hogy mit csináltak, mielőtt nekiálltak volna politizálni. Tehát elindultak volna a politikai karrierbe. És kiderült, hogy a vezető politikusoknak a nagy része az előtte semmit nem csinált. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy soha nem dolgozott, érted? Se fizikai, se szellemi munkát, hanem abóvó politikus lett, érted? Na most, ha az ember nem dolgozott se fizikai, se szellemi munkát, akkor vajon
hogy tudta bizonyítani azt, hogy ő egy jó ember és az emberekért van? Mert politikusként hát akkor derülhet ki, hogy valaki jó ember vagy sem, hogy az emberekért van vagy sem, hát hogyha hatalomba kerül, nem? Addig, míg nem kerül hatalomba, te honnan tudod, hogy ő jó ember vagy sem? Tehát az ember a civil életében tudja bizonyítani, hogy jó ember vagy sem, nem? De egy politikusnak nincs civil élete, érted? Tehát nem volt civil vállalkozása, amiben bebizonyította volna, hogy mondjuk szeretik az emberek és milyen jókat tett a dolgozóival, érted? Vagy mondjuk nem volt alkalmazott, ahol mondjuk elérte volna a vezetői beosztást, ahol mondjuk elérte azt, hogy az emberei, akik keze alatt vannak, azok szeressék, érted? És bebizonyíthatta volna mondjuk a civil életében, hogy nem korrupt, hogy nem megvásárolható, érted? És valahogy az emberek ezeket a dolgokat semmibe veszik. Tehát én úgy gondolom, hogy onnan tudni, hogy egy ember jó ember vagy sem, hogy bebizonyítja a civil életében, hogy az embereknek jót képes tudni tenni, érted? A civil életében. És ha esetleg olyan pozícióba kerül, akkor nem megvásárolható. Nekem nincs politikai indítatásom, nem is volt sose, bár kértek arra, hogy induljak képviselői választáson, azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle. Ami csak azért mondom, hogy én ugye vállalkozó lettem 87-től, cégtulajdonos vagyok 93-tól. Azóta, mióta cégtulajdonos vagyok, sikerült 4 piacvezetői pozíciót elérni. Olyan mértékben sikerült pozíciót, piacvezetői pozíciót elérni, hogy meg akartak venni. Ez 97 év végén volt, és 98 év elején, amikor egy csomóan felkerestek, hogy megvegyenek. Érted? És én mondtam, hogy nem vagyok eladó. Sőt, az, amit létrehoztam, az sem. Érted? És pedig a legjobb ajánlat az 400 millió volt zsebbe. Érted? Plusz egy magas fizetésű állás. És azt mondtam, hogy nem vagyok megvásárolható. És azóta, mióta ugye elkezdtem üzleti tevékenységet folytatni, tehát olyan üzletit, ahol már embereket kezdtem el szervezni, majd később vezetni, és szolgáltatásokkal, illetve egy időszakban termékekkel is foglalkoztunk, egészségtermékekkel egyébként. Mindig olyan dolgokkal foglalkoztunk, amivel az emberekkel lehet segíteni. Most gondoljátok végig, az egészségtermékeknél is olyan dolgokkal foglalkoztunk, hogy van nekünk egy módszerünk, hogy le lehet tesztelni egy egészségterméket arra vonatkozóan, hogy konkrétan mielőtt elkezdeni a személy fogyasztani, hogy neki jó lesz ez az a termék, vagy mennyire lesz jó az a termék, vagy esetleg nem lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó. Mielőtt fogyasztaná, egy ilyen tesztünk van. És mi ennek alapján forgalmaztuk a termékeket, hogy leteszteltük azt, mielőtt megvettünk ilyen termékeket, hogy mennyire lesz hasznos az embereknek, és utána akár bárki
letesztelhette úgy magán, hogy nem kellett megvennie, nem kellett fogyasztania, és hogy mennyire lesz jó neki az a termék. Érted? Senki nem forgalmazott így még egészségtermékeket nagyban. Senki, nem is hallottam szervezetekről, hogy egészségtermékeket így forgalmaztak volna. Érted? Na most csak egy példát mondtam. Azok a szolgáltatások, amivel piacvezetők lettünk, ugye ilyen volt a múltban két olyan szolgáltatás, amivel tartós piacvezetői pozíciót értünk el, magyarul azóta sem tudták lekörözni azokat az eredményeket, az mind olyan volt, hogy embereken tudtunk segíteni vele. Érted? Az egyik egy olyan előtakarékossági forma volt, amire még komoly adókedvezmény is volt. Nagyon komoly adókedvezmény. 30%-os adókedvezmény, és sőt előtte még 50%-os adókedvezmény volt, úgy emlékszem az első időszakban, utána ugye 30, és ugye a másikra meg 25%-os adókedvezmény volt a másik piacvezetői pozíció esetében, és az emberek gyakorlatilag a második esetében havonta több pénzhez jutottak törvényesen. Egy állami kedvezményrendszer kihasználása révén. Érted? És abban ügyködtünk, hát gyakorlatilag 4 évet. 4 évet. A másikat, ahol ugye a magasabb adókedvezmény volt, ott is működtünk gyakorlatilag 6 évet. 6 évet. És nem véletlenül értünk el eredményeket. Tehát én azért mondom, hogy az embernek bizonyítania kellene a civil életében, hogy vajon jó ember, vagy nem jó ember. Az emberek érdekeit képviseli, vagy a saját magán érdekeit képviseli. Érted? Tehát nekem az emberek érdeke az mindig fontosabb volt, mint az önérdekem, vagy akár a családom érdeke. Érted? Mert én mindig azt mondtam, hogy a többség érdeke a fontosabb. A legtöbb ember, szerintem a politikusok nagyon nagy része úgy működik, hogy az önérdeke meg a család érdeke a sokkal fontosabb, mint a mondjuk az ország vagy az emberek érdeke. Érted? Mondjuk a népének az érdekétől fontosabb. Na most, hát ezáltal, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy mennyire jó emberek lesznek azok, akik bekerülnek a hatalomba, ezért ugye gondoljuk végig, akik ilyen hatalmat akarnak, azok ott kezdődik, hogy hatalommániások. Na most a hatalommániából pedig nagyon hamar gőg lesz. Ez bizonyára tapasztaltátok, hogy gőgös lesz az illető. Tehát gyakorlatilag elszáll magától. Tehát a hatalommániás emberek egy idő után Istennek képzelik magukat. Hallottam egy viccet, a Hoffitól idézem, jó? Csak azért, hogy nem én találtam ki, nehogy valaki hozzám igazítsa ezt. Mi a különbség Orbán Viktor és az Isten között? Hogy az Isten nem akar Orbán Viktor lenni. Ezt tudod, mikor mondta még azt a viccet? Még a 90-es évek végén, illetve a 2000-es évek elején, mikor ugye Orbán Viktor kormányra került, akkor mondta ezt a viccet. Tehát gondold végig, tehát most nem akarom a miniszterelnökünket abszolút leértékelni, főleg a többi miniszterelnökhöz képest, aki itt az EU-ban van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a mi miniszterelnökünk itt a EU-s miniszterelnökökhöz képest még
még hála Istennek egész jó, tehát egész jó, tehát mint itt az elmúlt három évben, két és fél évben, mondjuk mással három évben bebizonyosodott, tehát addig annyira nem, de ebben a három évben azért bebizonyosodott, hogy talán az átlag fölött, tehát az EU-ban lévő miniszterelnökökkel összehasonlítva, meg, vagy elnökökkel összehasonlítva, mert van ahol miniszterelnök vezet, van ahol elnök, hát ahhoz kép, azokhoz képest jócskán átlag fölötti. De lényeg az, hogy mondom, gondoljátok végig, aki arra törekszik, hogy ő majd, és most tök mindegy kire gondolok, aki arra törekszik, hogy ő majd egy miniszterelnök legyen, az nem azért törekszik ma a legtöbb, hogy jaj de jó, akkor az emberek kért tehetek, hanem azért, hogy felgyarapítsa a családi vagyont, érted? Ha nem közvetlenül, mert hát ha az nem tetszene a lakosságnak, akkor strómanokon keresztül. Hát egy embernek, csak hogy tiszta és világos legyen, több strómanja is lehet. Ezáltal a vagyon csoportosítás az látszólag nem egy szálon fog futni, hanem akár mondom, meg lehet azt csinálni, hogy bevon egy hatalomban lévő vezető strómanokat, és a látszólag akkor a strómanokat fogják lepénzelni, tehát ők azok a személyek, akik növelik a vagyonukat, de hát ugye az a vagyon nem az övé, hanem a stróman irányítójáé a vagyon. De hát ugye itt az EU-ban még sok hatalomban lévő embernek még ennyi esze sincs, hogy strómanokkal oldja meg a korrupciót, érted? Hanem ő maga korrupt, érted? Tehát ő maga korrupt, mert ugye strómanokon keresztül is meg lehetne oldani a korrupciót, de hát ennyi eszük sincs, tehát ami azt jelenti, hogy még sok ésszel sem áldotta meg őket a teremtő. Szóval érdekes világot élünk, és hát most gondoljuk végig, hogy most nem, megint csak nem bántani akarom a miniszterelnökünket, de ha megnézzük a karrierjét, egy nagyon érdekes karriert láthatunk, ugye ő egy viszonylag kis faluban nőtt föl, és ugye Kádár Jánosról tudták, hogy addig nem lehet a hatalomból kibillenteni, ameddig nem kerül olyan egészségügyi állapotba a korától fogva, hogy hát hogy már nem tudja ellátni a pártelnöki pozíciót, és ezt ki lehetett számolni előre, hogy ez mikor fog megtörténni, érted? Ehhez kellett valakiket kisztikkárá tenni, föl kellett rá figyelni nyugaton, gondold végig, de hát nem nyugaton figyeltek föl ezekre az emberekre, hanem először az itteniek, de az itteniek minek hatására? A nyugati titkosszolgálatok hatására, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát a nyugati titkosszolgálatok robbantották ki az 56-os forradalmat itt Magyarországon, csak hogy tisztában legyünk ezzel, és nekem mindig, mikor történelmet tanultunk, furcsa volt, hogy hogy a manóba akkor robban ki egy forradalom, amikor már az embereknek könnyebb, mikor már úgy kezd helyre jönni a dolog, érted?
kezd helyre jönni az életük, és akkor robban ki egy forradalom. Miért nem akkor, amikor sok volt a nehézség? Érted? Tehát az lett volna logikus, hogy a Rákosi idején robbanjon ki a forradalom, és nem Gerő idején, amikor már nem volt közel se olyan szigor, mint a Rákosi idején. Érted? Gondoljátok végig. És utána kiderült az, hogy az izraeli meg az angol titkos szolgálat robbantotta ki ugye a forradalmat azért, hogy a szuezi csatorna, amit államosítani akart az angoloktól, ugye Nasser, hogy hívják elnök, tehát az egyiptomi elnök, és az oroszok mellé álltak ennek az államosításnak, és hát ugye az oroszoknak meg el kellett vinni a figyelmét erről a dologról, ezért kirobbantottak Lengyelországban egy forradalmat nyáron előttünk, nem is tanultuk, hogy Lengyelországban volt forradalom, nem is tudtuk. Utána pedig kirobbantattak októberben Magyarországon is egy forradalmat, hogy minél jobban az oroszok figyelmét a szuezi csatornáról elvigyék Kelet-Európára, Kelet-Közép-Európára. Oké, ez csak azért mondom, hogy lássátok, hogy milyen titkosszolgálati műveletek vannak egy országban, egy idegen titkosszolgálati műveletek vannak egy országban, ahol felfigyelnek arra, hogy vannak micsoda ambiciózus emberek, akik akár politikai ambícióval is rendelkezhetnek, ugye felbérelnek embereket, hogy keressenek ilyen embereket egy országban, azért ez nem semmi, gondoljátok végig, felbérelnek, majd mikor találnak ilyen embereket, akkor még gyakorlatilag abban a rendszerben kiviszik Amerikába tanulni, egyetemet végezni, érted? Hát ugye nem gondoljátok komolyan azt, hogy a szocializmusban hát csak úgy magától kiment volna valaki a Soros Alapítvány egyetemén mondjuk tanulni, érted? Tehát nagyon érdekes ez a helyzet, hogy találhatták meg a titkos szolgálat, érted, őt, hogy ő menjen tanulni az USA-ba. Tehát már semmi gondom nincs, csak azért mondom, hogy átlássátok, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy csak úgy egy ember kifejlődik. Most gondold végig, Kádár Jánost ugye a munkásságáért a nép nagy része tisztelte. Nem is véletlenül mondták azt, hogy ez a milyen barak? Hogy hívták ezt? Legvidámabb barak. Hogy Magyarország a legvidámabb barak. Erről voltunk híresek. Miért? Mert az összes kelet-európai ország közül a leglazábban, a legszerethetőbben a Kádár intézte a dolgokat. Ezáltal a nép nagy része Kádárt szerette. Tudták azt, hogy Kádár ellen nem fognak föllépni az emberek. Mert ő nem nyomta el a népet. És tudták azt, hogy ki fog öregedni, tudták azt, hogy milyen az egészségi állapota, tudták azt, hogy le kell majd váltani, és szépen már előkészítették azokat a politikusokat előre, akik most viszik az országot, meg vitték az országot azóta. Világos ez? És ezt mind szépen előre felkészítették nyugatról. Érted? Miért?
hogy rendszerváltás jöjjön létre, és mi a szocialista blokkból átmenjünk az ők kapitalista blokkjába. Világos ez? Tehát baromi okosak és ügyesek, és nagyon jól kitalálták a dolgokat, ugyanúgy, mint ahogy kitalálták Ukrajnával kapcsolatos dolgokat is, hogy 8 éven keresztül készítették, fegyverezték Ukrajnát, ugye a NATO, 8 éven keresztül, és 8 éven keresztül bíztatták arra, hogy csinálja meg Ukrajna azokat a lépéseket, amire az oroszok besokalnak. Egy kérdés volt csak, hogy az oroszok mikor fognak besokalni. Itt egy kérdés volt. Azt tudták, hogy előbb-utóbb az oroszok be fognak sokalni. És tudták azt, hogy katonailag be fognak avatkozni, ez pedig ugye a nyugati titkosszolgálatok, illetve azoknak a vezetői, illetve akár a politikus vezetők tudták, hogy abból mi fog létrejönni. Tehát abból lesz egy háború, annak mik lesznek a következményei, stb. Stb. Tehát ez az egész egy olyan dolog, amit az ember egy kicsit jobban ránéz, akkor tök jól átlátható az egész, érted? Tehát ha te azt gondolod, hogy csak egy politikus úgy fölnő a semmiből, akkor nagy tévedésben élsz, nagy tévedésben. Tehát most gondold végig, hogy ugye Kádár János szerették, Kádár János a nép fiából jött elő. Tehát ő egy angyalföldi munkás ember volt. Kellett egy olyan ember, aki megint a nép fia. Akik mögött nincsen vagyon, érted? Kádár család mögött sem volt vagyon. Az Orbán család mögött sem volt vagyon. Érted? Nincs, semmi, nulla. Semmi. Kellett egy olyan ember, akit föl lehet a nép fiából emelni, érted? Akire azt mondják, hát ő olyan, mint mi. És akkor szavazzunk rá. Érted? Tehát most nem bántam, ez mindenütt a világon, ez így működik. Érted? Csak hogy átlássuk. Tehát itt ebben a világban nincs véletlenül semmi. Tehát vagy a Jóisten hatására szerveződnek meg dolgok, vagy az emberek hatására szerveződnek meg dolgok. De amikor az emberek hatására szerveződnek meg dolgok, azt jó, ha tudjuk, hogy az általában az esetek 97%-ában öncélú. Érted? Öncélú. És nem az emberek érdekét szolgálja. Érted? Tehát gondold végig, minden országban, aki egy politikus lett, és a legfelsőbb, tehát mondjuk egy pártnak, egy vezető pártnak, vagy egy második pártnak az országban a vezetője, az mind emberek által kiválasztott olyan személy, akinek hatalmi törekvései vannak. A hatalmi törekvés, ugye én tanultam olyan embernél, nem sokat, csak egy napot, aki politikusokkal foglalkozott, úgy hívják, hogy Görög Ibolya. És ő ugye egy protokoll főnök volt, több állami vezetőt, legfelsőbb állami vezetőt kiszolgált. Tehát jöttek kormányok, jöttek, mentek, és addig, tehát ő még a Kádár korszakban már protokoll főnök volt, valami 70-es évektől, képzeljétek el, és gyakorlatilag az Orbán kormány menesztette. És addig állami vezetőket szolgált. És elmondta, hogy mindig a hatalommánia volt a gond a politikusoknál, az összesnél. Érted? Tudod, mit okoz a hatalommánia a gőgön kívül?
mondom, amit a viccben hallottál, hogy azt hiszi sok politikus, hogy az Isten után ő az első, sőt van amelyik előrébb helyezi magát az Istentől, vagy az Istennél, érted? Tehát olyan mértékben a hatalommániától el tudnak szállni maguktól, hogy onnantól kezdve nem ismernek se Istent, se embert. Mondjuk azt, hogy tisztelt a kivételeknek, érted? De a kivétel erősíti a szabályt, olyan ritka, érted? És ha ezt megfigyeled, tényleg így van a politikusok, hogy elindulnak tényleg látszólag jó emberként, és utána elszállnak maguktól, érted? Ilyen milyenek, szó szerint. Na most, úgyhogy az a baj, hogy egy ilyen érdekes világban élünk, ahol nem számíthat az ember úgy, mint régen a vezetőkre. Tehát régen egy király az úgy lett király, hogy már királynak nevelték. Érted? Azért, mert az apja vagy a nagyapja is király volt, érted? És annak is az apja vagy a nagyapja király volt. Nem olyan volt, amikor rendszerváltás lett itt Magyarországon, akkor én mondtam, hogy az lesz a baj a rendszerváltással, hogy akik hatalomba kerülnek, mind meg akar gazdagodni. Tehát akik a húsos fazék körül vannak, azok mind jól akarnak lakni. Érted? Igazam lett? Nehogy azt mondjátok, hogy nem. Tehát ezt mikor mondtam? 33, 34 évvel, vagy 35 évvel ezelőtt, érted? Akkor mondtam ezt, hogy ez így lesz. És ez így van, és ez nem csak itt van így, mindenütt így van. Mindenütt így van. Na most régen a király nem akarta népen meggazdagodni. Érted? Meg gazdag volt. Világos ez? Tehát ugye azt mondtam, hogy azért lesz így, mert azok, akik bekerültek a parlamentbe és a húsos fazék körül vannak, tehát ők a vezetők, azoknak lukas a seggükön a gatya. Érted? És nem bárók, grófok, hercegek kerültek be a parlamentbe, akiket nem lehetett megvásárolni. Egy Széchenyit nem lehetett megvásárolni, érted? Tehát régen akik a parlamentbe ültek, azok nem voltak korruptok, mert nem tudtak olyan összeget ajánlani neki, ami pluszba kellett volna neki, érted? Tehát ez teljesen átlátható volt már ezelőtt 35 évvel, hogy ez így lesz. És hogy az a korrupció, az most arról szól, hogy ők gazdagodjanak, vagy arról szól, hogy egyszerűen azáltal, hogy ő korruptá válik, mit tudom, ilyen meg olyan előjogai lesznek, ez most ebből a szempontból a részletkérdés. De gondold végig, azok, akik a parlamentben ültek a múltban, azoknak amúgy is megvoltak az előjogaik. Érted? És most szerte Európában, a parlamentben olyan emberek ülnek, tehát én komolyan biztos, hogy csinálják ezt szülők, hogy ha van mondjuk egy olyan családba beszületett gyerek, aki, mivel a családnak nincs vagyona, ezért neki sincs, majd a gyereknek, ezért azt mondják, hogy figyeld, legyél politikus, érd el azt, hogy vezető legyél, és utána már lesz elég pénzed.
Érted? Biztos, hogy vannak ilyen családok. Hódziher. Érted? És különben se, hála Istennek, politikusként nem kell dolgoznod. Nem? Gondold végig. Na most egy olyan világban, ahol azok vezetik a világot, akik sose csinálták meg azt, ami az embereknek jó. Érted? Hát sose csinálták meg. Tehát magyarul az életükben semmit nem tudnak példaként előszedni. Mert ő egész életében politikus volt. Érted? Na most gondold végig, ha olyanok a vezetők a világban, akik a civil életükben nem éltek meg dolgokat, akkor honnan tudják, hogy az embereknek mire van szükségük? Tehát a politikusok úgy működnek, hogy világos legyen, gondold végig, hogy vannak tanácsadóik, és azt hiszik, hogy a tanácsadók igazat mondanak. Csak a tanácsadó nagy része az meg van vásárolva a titkos szolgálatok által. És a tanácsadók azt a tanácsot adják, ami a nagyobb hatalmi érdekeknek az érdeke. Érted? És a vezetők, mivel nem tudják, hogy működik az élet, vagy hogy működik az ember, ezért azt gondolják, hogy hát csak azért a tanácsadom, mert jó tanácsokat ad, meg ért hozzá. Hát lehet, hogy ért hozzá, csak megvásárolható. Érted? Régen még a tanácsadó is herceg, meg báró, meg gróf volt. Érted? Akiket nem lehetett megvásárolni. Na most gondold végig egy olyan világban élni, ahol a legtöbb hatalomban lévő embernek a pénz az Isten, a vagyon az Isten, érted? Azért ez nagyon egy durva világ, mert a pénzért feláldozzák az embereket. Szó szerint. Ha te ezt nem látod, hogy pénzért feláldozzák az embereket, akkor te vak vagy. Tehát szó szerint feláldozzák az embereket. Hogyan? Hogy olyan dolgokat szorgalmaznak az emberek irányába, engedélyezik, hogy akár mások szorgalmazzák az emberek irányába olyan dolgokat, ami pont nem a túlélését szolgálja az embernek, hanem a minél hamarabb elpatkolását szolgálja. Nem azt szolgálja, hogy az ember minél jobb és jobb állapotban legyen, hanem azt, hogy minél rosszabb és rosszabb állapotban. Hát gondold végig, hát csak az élelmiszerekbe miért engedik be a mérgeket? A gyógyszerekbe miért engedik be a mérgeket? Ők tudnák szabályozni, a hatalomban lévő emberek, hogy az élelmiszerbe, a gyógyszerekbe nem lehetnek mérgek. Érted? Hát éppen a tücsök az nem méreg, mert ugye élőlény. Persze nem mindegy, hogy a mezőről szeded, vagy tenyésztik, mit tudom én, milyen vegyszerekkel. Persze, de most nyilván most nem erről van szó, hanem azokról a mérgekről beszélek, hogy például egy kőolaj származékot a szervezet nem tud feldolgozni, és gyakorlatilag nagyon sok mindent csinálnak kőolajból, illetve kőolaj származékból. Ami annyit jelent, hogy a szervezet számára méreg gyakorlatilag. Minden olyan dolog, ami bekerül a szervezetünkbe, a szervezet nem tud vele mit kezdeni, nem tudja feldolgozni, de valamilyen oknál fogva nem is kerül ki a szervezetből, az méregként működik az ember szervezetében. És miért engedik vajon azt,
hogy mérgezzék az embereket. Érted? Tehát azt mondják, hogy hát döntsék el az emberek, hogy most megeszik, vagy megisszák-e azokat a mérgeket, vagy sem. Hát mert liberalizmus van. De az emberek nem tudják, hogy melyik a méreg. Akkor honnan tudná azt, hogy az méreg? Nem? Tehát lehet, hogy sok ember nem is tud utána nézni annak, hogy főleg régebben, hogy az mi a manó az a dolog, érted? Mert lehet, hogy ahhoz, mit tudom én, komoly könyvbúvárkodást kellett csinálni, hogy utána nézzen az embernek, hogy na az a, az a nyavaj, amiben a termékben benne van, az vajon mi a manó, érted? Jó, most már könnyebb azoknak, akik úgy tudnak búvárkodni az internetben, azok könnyebben utána tudnak nézni dolgoknak. Most az meg, hogy valaki nem veszi a fáradtságot, hogy utána nézzen, az nem azt jelenti, hogy mérgezni kell az embereket. Érted? Tehát az emberek mérgezése, az akárhogy nézzük, az gyilkosság. Érted? Az gyilkosság. Ha tömegeket mérgeznek, akkor azt úgy hívják, hogy tömeggyilkosság. Persze utána nem lehet rájuk fogni, mert hosszú távú hatása. Olyan, mint Napóleonnál sem tudták ráfogni a fogvatartókra, hogy megmérgezték. Mert olyan kis mennyiségben adagolták a ciánt, hogy mit tudom én hány év múlva halt meg, érted? És ugyanez van az ember, nem azt mondom, hogy ciánt raknak bele az élelmiszerekbe, hanem egyéb mérgeket. Tehát egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy egy ember a jelenben tudjon lenni, és rá tudjon nézni dolgokra, ami éppen a jelenben történik vele. Érted? Mert ha nincs az ember a jelenben, akkor a jelenben ráveszik arra, hogy most ezt tegye, azt tegye, amazt tegye, vagy ráveszik azt, hogy a múltban járjon folyamatosan a gondolata, és a jelenben eszébe se jusson gondolkodni. Hogy mielőtt mondjuk vásárol valamit, akkor az nem abból a szempontból nézné meg, hogy mennyibe kerül, hanem abból a szempontból, hogy mit tartalmaz. Érted? Mert manapság ugye az nagy betűkkel ki van írva, hogy mennyi az ára, de az, hogy mit tartalmaz az a termék, az nagyon pici betűkkel van írva. Tehát lehet, hogy kötelezték a gyártók jó részét, hogy írják rá, hogy mi van a termékbe, de a legtöbb ember nem úgy vásárol, hogy megnézi, hogy mik azok, amit tartalmaz az a termék. Csak mondok egy példát, jó? Tehát ha valamiből túl sokat visz be az ember a szervezetébe, tudjuk, hogy az se jó. A hiány sem jó, de az, hogy túl sokat viszünk be a szervezetbe, az sem jó. A legtöbb ember most nem vizet iszik, hanem ásványvizet. És a legtöbb ember nem úgy vesz ásványvizet, hogy megnézze, hogy mit tartalmaz. Én mindig így vásárolok. Mi nem ásványvizet iszunk alapvetően, hanem tisztított vizet, de ha vendégek jönnek, akkor szoktunk ásványvizet adni a vendégeknek, főleg azért, mert van, aki szénsavasat szeret. És a tisztított víz az nem szénsavas. És lényeg az, hogy én mindig úgy veszek ásványvizet, hogy megnézem, hogy mennyi az ásványvízben az oldott anyag tartalom. És ha az
ha az egy meghatározott érték fele van, ezt most nem mondom el, hogy mennyi, a meghatározott érték felett van, ez azt jelenti, hogy 500 mg. Ja? Tehát ha e fölött van, akkor nem veszem meg. Tehát hogyha 502, akkor sem. Érted? Csak olyan ásványvizet veszek, ami 500 alatt van. És ugye egy csomó olyan ásványvizet forgalmaznak, ami ilyen 350-500 között van. Érted? Mert ami azt jelenti, hogy ha még jönnek hozzánk vendégek is, még azoknak is vigyázok az egészségükre. Érted? Én sose iszok ásványvizet, csak ha nagyon nincs más. Jó? Tehát az embereket lebeszélték például a csapvízről, azt az ásványvíz egészségtelen, mint a csapvíz. Érted? A csapvízzel, én most Magyarország, nyilván most nem arab csapvízről beszélek, afrikai csapvízről, hanem ugye magyar csapvíz. A magyar csapvíz, ha fogod és kirakod mondjuk 12 órára állni, akkor kimegy belőle a fertőtlenítő, a klór. Oké? És gyakorlatilag onnantól kezdve semmi baja nincs a víznek. Ha gyorsítani akarod a dolgot, akkor fogod és fölforralod a vizet, és onnantól kezdve kimegy belőle, kipárolog a klór így, ilyen gyorsan. Érted? És gyakorlatilag rendbe raktad a vizet pillanatok alatt, úgyhogy töredékét fizetted ki, ahhoz képest, mint ásványvizet vettél volna. Ja? Ez általában ugye elég, ha berakja az ember egy kancsóba a vizet, és hagyja állni mondjuk 12 órát. Jó? Hát én emlékszem, nagymamám a 60-as, 70-es években, amire simán visszaemlékszek, mindig úgy ivott csapvizet, hogy ki volt töltve, és nem azt itta meg, hanem azt, amit már, amit állni hagyott. Ezt úgy hívták, hogy állott víz. Tehát ő mindig állott vizet ivott, 94 éves korában halt meg, úgyhogy gyakorlatilag magegészséges volt. Érted? Tehát semmi baj nem volt. Tehát 94 évesen. No, tehát lényeg az, úgy halt meg, hogy este lefeküdt, reggel nem kedvő. Szép halála volt. Jó? Tehát ez most miért mondom ezeket? Csak hogy átlássuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a tudatlansággal az emberek a saját és maguk, illetve a családjuk egészségét károsítják. És nem csak egészségét károsítják, hanem az életét rövidítik. Tehát sajnos a szervezetben, ugye amikor elkezdték azt mondani, hogy az emberek oltassák be magukat, én elkezdtem mondani azt, hogy az a legrosszabb dolog, amit az ember csináltathat magával. Miért? Mert ugye az ember bőrön keresztül, akkor a szájon keresztül, a légzésen keresztül vihet be valamennyi mérget, de nem töményt. És ezek átmennek a szervezet védekezésén. Tehát a bőr védekezik, a tüdő védekezik, érted? A szájnyálkahártyán keresztül, tehát a szájunk védekezik, tehát a nyálkahártyánk védekezik. De amikor beoltanak valamit az emberbe, főleg, hogyha nem tudja, hogy mit oltanak be, akkor áthidalják a szervezet védekezését. És onnantól kezdve az a dolog
ott kering a szervezetben, jó esetben elraktározza a szervezet mondjuk a májban, mondjuk jó esetben, érted? És akkor ugye mondják mostanában, ami régen sose volt példa, hogy sose ivott alkoholt, mégis májbetegségbe halt meg, érted? Miért? Mert a máj már nem tud mit kezdeni avval a rengeteg méreganyaggal, amit az illető bevitt a szervezetébe. És gondold végig, hogyha mondjuk beoltják azt a méreganyagot, na az rögtön átlépik az immunrendszeredet, és nem tud ellene védekezni. Érted? Ezt 2000, mikor? 23-ban, amikor elkezdték az oltásokat, erről én beszéltem. De nyilván nem lehetett kiadni, illetve kiadtam, csak le kellett törölni. Mert abba fenyegették az oldalamat, ugye a YouTube-os oldalamat, hogy letiltják. És lényeg, hogy nagyon érdekes világban élünk. Tehát itt azt gondolják az emberek, hogy ezt a jelenlegi világot, ami 2019 évvégétől, 2020 elejétől indult, azt lehet ugyanúgy élni, mint előtte. Nem lehet. Az előző életedet élhetted tudatlanul 80 éven keresztül, vagy akár 90 éven keresztül, semmi gond nem volt vele, érted? És akkor elpatkoltál a végén, érted, és kész, vagy elpatkolt az a személy, és kész, ennyi. Lehetett ilyet élni. De most egy olyan világban élünk, ahol a tudatlanság az élet rövidítő. Minél tudatlanabb valaki, annál rövidebb életet fog élni. És minél tudatlanabb valaki, annál jobban tudja elérni a családjánál, hogy minél rövidebb életet éljen a családja is. Érted? Egy ilyen világot élünk. Tehát azt gondolod, hogy a tudatlansággal el lehetett evickélni, mit tudom én, mondjuk 50 éves vagy, csak most mondtam valamit, 50 éven keresztül, jó, de ha gyorsan meg akarsz halni, akkor maradj tudatlan. Jó? Ennyi. És ne várd azt, hogy a tudást ebben a díjmentes részben fogom elmondani. Bár sokan azt gondolják, hogy micsoda anyagias az a szedlacsik, hogy pénzt kér a tudásért, mert a tudásért nem lehetne pénzt kérni. Aha, kérdezem én, mikor tanítottak téged valaha mondjuk egy szakmára konkrétan, mondjuk ingyen, hogy semmit nem kellett fizetned? Lehet, hogy te nem fizettél, mert a szüleid fizették. De mióta az eszemet tudom, minimum a tankönyvet fizetni kellett. Érted? Tehát a tankönyv pénzbe került. A múltban is. Érted? Tehát én soha nem tanultam semmit az életemben ingyen. Ha így kiszámolnám, hogy az én tanulásom mennyibe került az életem során, mai forintra átszámítva, hát biztos, hogy több mint 10 millió forintba. Mindennel együtt, tokkal vonóval, amit én tanultam az életemben. Na most ahhoz képest mondjuk most még 9800 forinttal lehetsz tanuló havonta, ahhoz képest 30 óráért, ahhoz képest ez bagatell összeg. Ha most elosztanánk mondjuk a 10 millió forintot 9800-zal, mondjuk 10 millió 10.000-rel, akkor az kiderülne, hogy 1000 hónap. Tehát 1000 hónapig lehet finanszírozni a 10 millió forintból a képzést. Érted? 1000 hónap az hány év? Hát olyan 80 valamennyi.
85 év, 85 éven keresztül lehet finanszírozni a 10 millió forintból, érted? Na most, tehát ha megnézzük, a mi képzésünk az jóval kedvezőbb, mint a bármilyen képzésen részt vettél. Mert tételezzük fel, hogy mondjuk te ingyen kaptál valahol képzést, akkor azt valaki finanszírozta. Tehát például, mondok példát, mondjuk az állam finanszírozta. Az állam meg miből finanszírozta a te képzésedet? Másnak az adóbefizetéséből finanszírozta. Tehát nehogy már azt gondold, hogy te valaha kaptál használható tudást ingyen. Lehet, hogy te nem finanszíroztad, de más finanszírozta. Tehát én azt sokkal igazságtalanabbnak tartom, hogyha egy vadidegen adójából van finanszírozva a te nyomvat képzésed. Oké? Okay? Mert te egy haszonleső barom vagy. Ezt tudom mondani. Oké? Okay? Jó? Nem tetszik neked? Szarok rá! Ennyi. Érted? Hofit néztem éppen az elmúlt időszakban. Tegnap előtt egyébként. Az is ilyen volt, igen. Illetve nem néztem, hanem hallgattam, így van, mert ugye hát nem azért, hanem mert ugye kevés volt a videófelvétel, a többség az rádiófelvétel volt, illetve a hangfelvétel. Szóval, csodálatos világban élünk. Csodálatos világban. Amire egyetlen egy megoldás van. A saját személyes fejlődésed, érted? Hogy tanulj olyan dolgokat, ami ahhoz kell, hogy a mindennapokban könnyebben boldogulj. Ami ahhoz kell, hogy a jelenedben olyan döntéseket tudjál hozni, egyáltalán úgy gondolkozhass, hogy olyan döntéseket hozzál, ami megalapozza a helyes cselekvésedet. És ha az ember a jelenben helyesen cselekszik, akkor jövőben túl sok gondra nem számíthat. Világos ez? Tehát mi azért vagyunk itt a bolygónkon, hogy megtanuljunk jól és helyesen működni. Érted? Nem azért, hogy minél tudatlanabbul, mondhatom azt, hogy birkább módon működjünk. A birkának a feladata az, hogy birka módon működjön. Érted? A baromnak az a feladata, hogy barom módon működjön, érted? Ugye azért hívják barom finak. A marhának az a feladata, hogy marha módon működjön, de az embereknek nem ez a feladatuk, hogy ilyen módon működjenek, érted? Hanem az embereknek igenis nagyon fontos, hogy nagyon intelligens módon működjenek. Oké? Okay? És ehhez tudjuk hozzásegíteni az embereket. Hát azon túlmenően, hogy itt nekünk van egy nagyon nagy célunk, ha ezt elolvassátok, és van egy határidőnk ezzel kapcsolatban, úgyhogy az idő az kicsit szorít minket, mert ezt meg kell csinálnunk, amit le van írva, mondom, tudtok olvasni, azok is, akik interneten keresztül néznek. Jó? De esetleg fordításban megy ez a dolog majd, akkor mondanám, hogy mit csinálunk, coachképzéseink által az embereknek eljutatjuk azt a tudást, képességeket és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére,
továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor legyen. És mondhatjuk azt, hogy kaptál egy utolsó esélyt, és mondhatjuk, hogy egyetlen esélyt a szellemi és lelki fejlődésedre. Ez mit jelent? Hogy azért utolsó esély, mert egyetlen esély. Tehát neked senki rajtunk kívül nem fog gondoskodni a szellemi és lelki fejlődésedről. Oké? Ebbe biztos lehetsz. Köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk szeretettel közénk, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen!